Megvan az első magyar evezős olimpiai kvóta, a 110 éves szónoki Tisza evezős egylet történetének első olimpiai részvétel egyben. A Bledi vb n a Simon Billa Juhász Adrián páros húzta be magát 11. helyével Londonba. Ők a stúdióban. Jó reggelt kívánok, szervusztok! Jó reggelt. Gratulálok! Ugye a világkupa futamokon sem mentetek rosszul idén. Azok alapján Szlovéniába milyen étvágyal érkeztetek? Mindenképp jobb volt így, hogy döntőben tudtunk lenni mindkét világkupán és így ö, már láttuk előre, hogy van esélyünk a kvótára és ez mint tudóval kiderült, ö, így is volt. Béla, mi volt a minimális célkitűzés és mi volt a fohász? Hát a minimális célkitűzést értük el, hát a fohász az egy, az egy döntőnek a vége és a v döntőnek az eleje volt, tehát egy ilyen től, ilyen nyolcadik helyre tippeltük volna magunkat, de sajnos ez nem sikerült, de a cél, amiért igazából kimentünk, az megvan. Mi volt a taktika? A mester erős kezdést javasolt, igaz? Igen, az utolsó pályára, mivel láttuk már az előző nap, hogy kicsit visszábesett a formánk, így azt a taktikát választottuk az elején. Elindulunk, és biztosan vagyunk, hogy elvesztük egy-két csapatnak a kedvét, hogy ne legyen a vége szoros és ez végül is így be is jött a kóta szerzés szempontjából. Az abszolút, hogy még ennél jobban nem bírtátok, az azért van, mert az az erős az túl erős lett? Igen, lehet, hogy egy kicsit túlvállaltuk az elejét, nyilván itt azért a rutin majd meghozza ennek a, az orvosságát, ennek az erős kezdésnek, majd idővel ez jobb lesz, de igazából úgy gondolom, hogy mindenképpen el kellett vállalni az elejét, hogy hogy megszerezzük azt a pozíciót, ami, ami nekünk kell. Ilyenkor egyébként mikor és mi alapján dől el verseny előtt az, hogy mi lesz a követendő taktika azon a futamon éppen? Ez közben is változik folyamatosan, de van egy, egy kigondolt taktikánk mindig, igazából van egy stabil, jól bevált taktika, amit ugye gyakorolunk az edzéseken, tehát egy viszonylag egyenletesebb pályafelépítésünk van, és akkor a végén egy erős finisszel szoktunk zárni, most ezt egy kicsit megfordítottuk, Mondjuk igazából ez sem volt rossz, de szerintem majd a, a régi taktikához visszatérünk, hogyha kicsit összeszedjük magunkat. Ez azt jelenti, hogy több kótátok is van. És hogyha versenyközben is tudtok ö, lapozni, hogy így mondjam, akkor Igen, mindig ki tudunk húzni a zsebből valami kártyalapot, amit be tudunk dobni. Ez hogy történik egy-két verseny Bemondjátok be -be a varázsszót? Hát igen, hogyha látjuk, hogy úgy alakul a helyzet, akkor és valamelyikünk kicsit jobb állapotban van, akkor ő szól, és aztán megyünk. Szónokon, mert hiszen a városnak is ezt említettük, elég komoly sikert hoztatok, szóval milyen becsben tartanak benneteket? Tegnap pont volt egy összejövetelünk, ahol a polgármester is lejött és beszédet mondott, gratulált. Én úgy gondolom, hogy örülnek neki, és mivel egyelőre ez az egyetlen kvóta a, a, úton a, városban, de úgy hogy az egész megyébe is, ezért úgy gondolom, hogy elismerik. Béla, szerinted az egész evezős világot nézve még hányan csatlakoznak hozzátok magyarok londoni? Hát én nagyon remélem, hogy a Varga Tamás Galambos Péter kettősünk is még a pótkvalifikáción meg fogja csinálni a kvótát, és hát ha még a lányok is. Tehát én úgy gondolom, hogy egy kvótánk majdnem biztos, hogy lesz, és még, még egy talán a lányok részéről jön a kvalifikáción. Most azt jelenti, hogy a következő táv az Londonig tart, tehát egy, egy hosszabb távon indultok el. Innentől kezdve elvileg azt gondolnám, hogy gyökeresen átalakul az életetek, nem? Hát úgy gondoljuk. És hogy, hogy... Így félretenni például? Hát részben félretesszük majd, főként a második fél évet. Most még talán ezt az őszit megcsináljuk. Pont ezen megy a beszélgetés, hogy járjunk-e iskolába, vagy ne és aztán majd kiderül, hogy, hogy kapunk edzőtáborozási lehetőséget, milyen kondíciókkal bírunk majd a továbbiakban, úgyhogy itt még sok minden el fog dőlni, ezt mondjuk szeretnénk a héten erre pontot tenni, és aztán egy, egy kész tervvel neki indulni a felkészülésnek. Mennyit kell egyébként a, a háttérnek, a körülményeknek javulnia most, hogy hát már érkeztek egy új minőségi korszakba, tehát innentől kezdve London? Hát igen, például már a verseny végével egyből rendeltünk két hajót kipróbálásra, hogy megnézzük más Két marketet. hajó rendel. <laughs> Igen, így a gyártókkal most legyártatunk, nem sokáig jön két elvileg lehet, hogy jobb színvonalú hajón belül eddig versenyeztünk, most kipróbáljuk, és ezzel is lehet egy előrelépés. még nagyon abban én is, amit mondta Béla, hogy abba bízok, hogy az edzőtáborokat meg sokszorozzuk ezzel, és így el tudunk menni, majd magaslati táborokban, meg ilyenek, amit eddig a ellenfeleink eddig nekik ez megvolt, nekünk nem, és hát ha ezzel tudunk nagyobbat előrelépni. Látszik már egyébként, hogy megvan a, a szándék a, az egyébként nagyon helyes szép szavakon és gratulációkon túl is arra, hogy igazán modern felkészülési háttér, orvosi háttér álljon mögöttetek? Igazság szerint a szándék mindig megvan, itt ugye az anyagi a háttere a, az egésznek az a kérdéses. De mit gondoltok, most összejöhet? Hát nagyon reméljük, igen. nagyon reméljük. Ez a hajórendelés, hogy... ez minden esetre biztató, nem? Igen, igen, ez az így első lépésnek, meg ez gyorsan is meg volt. Ígéreteket kaptunk, mondjuk ígéreteket eddig is kaptunk. Most reméljük, hogy kicsit a mob is oda teszi magát így, hogy megvan a kvóta, meg, meg, így azért szponzorokat is, meg ilyesmit is talán jó, könnyebb szerezni egy ilyesmi reklámmal is. Reméljük, hogy ebből összejön annyi ha, éjsz, hogy... és amennyiben mindenki nagyon oda teszi magát, és mindent egy magasabb szintre lehet emelni, akkor mi lesz Londonban? mit lehet kihozni ebből a párosból? Úgy gondolom, hogy az ellenfeleinknek ugye megvan minden létező körülmény, meg elvárásaik beteljesültek, és hogyha ez, ők úgy gondolom, hogy kicsit jobban ki vannak már élezve, mint mi. Úgy gondolom, hogy bennünk van még annyi tartalék, vagy hát legalábbis remélem, hogyha mi is megkapjuk ezeket, akkor fel tudunk oda zárkózni mögéjük, amik a, tehát az igazi elvonalhoz. Tehát az, úgy gondolom, hogy az első ötben benne lehet lenni, tehát azt, azt el lehet csípni, egy, egy az egy reális álomnak ki lehet tűzni. Hogyha valami nem úgy össz, jön össze, úgy gondolom egy hetedik, nyolcadik hely sem szégyen, tehát pontszerző. Döntő, az hely, az döntő. Az a lényeg, igen, döntő. az elsődleges cél az a döntő. E, akkor oda fogunk figyelni és visszatérünk, hogy hogy sikerül ez a felkészülés, Mindenesetre jó gyűjtögetést, erőt meg pénzt is adunk, Köszönöm szépen. Hogy itt Köszönjük szépen.